Tavaly nyáron alapos vérátömlesztésen esett át a megyei másodosztályban bajnoki címet szerző együttes. A megyei első osztálynak új edzővel és számos új játékossal vágott neki a 90-es években a magyar futball második vonalát is megjáró gárda. Ezúttal szerényebbek voltak az elvárások, a vezetők az egyszányegyű eredmény elérését tűzték ki célként, azaz az első 9-be várták a csapatot. A jól sikerült ősz követően a harmadik helyen telelt a sényű, így a tavasznak már a dobogós hely megtartásának reményével indultak neki Olá Dávidék. A bajnokság második felében ugyan akadt egy hullámvölgy, amelynek következtében a 7. helyig csúszott vissza a csapat, de végül sikerült visszakapaszkodnia a dobogóra. A 15 győzelem, 4 döntetlen és 9 vereség 49 pontot eredményezett az újonc számára. A csapat NB1-ben is megforduló középpályása a két végletet emelte ki a 28 mérkőzésből. A negatív talán mindenféleképpen az ősz legutolsó mérkőzése volt a Tiszavasváriban, elszenvedett 7-1-es vereség, amit a mai napig nem tudok hova tenni, hiszen most ugye oda az a simán 3-0-ra megvertük őket, tehát azt nem igazán értettem, hogy hogyan tudtuk azt a mérkőzést így lehozni. Pozitív, hát akkor már talán csak a bajnokcsapat felett aratott győzelmet tudnám itt említeni, ugye az Ibrán nyerte a bajnokságot, a kupával együtt háromszor találkoztunk velük, ebből kétszer sikerült megverni őket, és hát talán a hazai bajnoki 3-2-es győzelem volt, ami a legsikeresebb mérkőzésünknek mondható. A sényű a bajnokság mellett a Magyar Kupa megyei sorozatában is jól szerepelt, egészen a döntőig meneteltek Ember Roland tanítványai, ahol vereséget szenvedtek a Rakamasztól. A sikeres szezont követően a vezetők szeretnék együtt tartani a csapatot. Mozgás biztosan lesz, távozó szerintem maximum 1-2 ember, érkező 2-3, tehát azért mondom, hogy a csapat magja egyben marad, de szerintem ilyen minimális vérfrissítés kell is, hogy megmaradjon a versenyhelyzet csapaton belül, de nagy változás semmiképpen sem. A sényői futballisták egy közös nyaraláson igyekeznek feltöltődni a következő szezon előtt. A felkészülést július első hetében kezdik el a játékosok.